Szuhanics Albert államiságunk ünnepe. Ím a nyarat koronázza augusztus hava. Királyságot hirdet nekünk, mint a korona. Magasztos király a nyárban, benne ős erő. Áldása, mely harmatoz ránk gyümölcsérlelő. Államiságunk ünnepe legnagyobb ünnep. Ezer éves királyságunk megtart bennünket. Magyaroknak koronája népünket jelenti, megszentelt tárgy, jogi személy, időknek feletti. Azt hirdeti, országunknak léte földön, égen, örökkön az Istennél van, ahogy egykor régen. Új kenyér az új búzából, szallagdíszben áll. Piros, fehér, zölde szallag, s éhezőkre vár. Éhezzük mi szép és igaz az emberi szót, magyar létnek biztonságát és a földi jót. Mi vélettünk, István király, tekints végre ránk, ugye zokogsz, fáj a szíved országod iránt. Legyen bőség, jövőnk nekünk legyen sok gyerek, legyen kenyér, legyen gyümölcs, amit egyetek. Legyen bor, békesség, búza, erény, szeretet, legyen munka, megbecsülés, s boldog emberek. Ím augusztus üzenete, s 20-a vár. Ünnepeljünk újra ismét. István a király. Nemzedékről nemzedékre mindig így legyen. Áradjon ránk áldás, erő, bőség, kegyelem. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket, akik elfogadták meghívásunkat államalapításunk és az új kenyér ünnepén. Felkérem Puhár László polgármester urat, tartsa meg ünnepi beszédét. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, tisztelt ünneplők, tisztelettel köszöntöm Önöket, tisztelettel köszöntöm a megjelent egyházi méltóságokat, tiszteletes urakat, parókus urat, és külön köszöntöm plébános urat, aki először vesz részt, hisz elekre helyezték augusztus első napjaiba. Hosszú szolgálatot kívánok neki Elek városában. Szent István emlékezete. Ezer éven keresztül a királyok voltak történelmünk főszereplői. A történelem formálta az ő sorsukat, de ők is alakították a változásokat, nem ritkán évszázadokra kiható döntéseikkel. Az Árpád-házi királyok között számos kiemelkedő képességű uralkodó volt. De a nemzet emlékezetében máig is Szent István emléke él a legelevenebben. Még a honfoglaló Árpád emlékét is elhomályosította, mintha a magyar történelem vele kezdődött volna. Sokan úgy magyarázzák ezt, hogy a katolikus egyház állította az ő személyét a középpontba, és ez igaz is, csak hogy ez kevés lett volna. A magyar királyok igaz történetét máig nem ismerjük pontosan. A hajdani és a régi emlékezések Szent Istvánt inkább csak, mint keresztény hittérítőt láthatják velünk, de a valódi embert alig ismerhetjük meg. Nem ismerjük azt a kort sem igazán, amelyben vállalnia kellett a sorsát. Nem említjük meg azt sem, hogy éppen az általa létrehozott birodalom mentette meg a szláv és germán néptömbök közé szorult kis népeket a beolvadástól. A kelet és nyugat közötti köztes helyzetünk máig nem változott. Ma is a nagy birodalmak egymásnak ütköző érdekei határozzák meg a sorsunkat. Szent István volt az, aki felismerte, hogy a magyarság sorsát a nyugathoz kell kötni, új világot kell létrehozni ahhoz, hogy a magyarság beilleszkedjen és fennmaradjon Európa közepén. Ma már tudjuk, hogy a magyarság nagy része ekkor már keresztény volt, de nem katolikus, hanem többségük a bizánci egyházat követte. Szent István múlhatatlan érdeme, hogy felismerte a katolicizmus felvétele, ellehetetleníti a német hódítás veszélyét, hisz ettől kezdve nem lehetett a pogány hitű nép térítésére hivatkozva rátámadni a magyarságra. A pápától kapott korona sajátos védelmet adott, lehetővé tette a békés beilleszkedést. Felismerni a kor meghatározottságait, és ennek megfelelően cselekedni. Ez a kivételes emberek sajátossága, amilyen ő is volt.
de ez a döntés az egész életére kihatott. Szembe kerülni azokkal, akiket szeret, kíméletlennek lenni, ha kell, egyedül maradni és szenvedni attól a gondolattól, hogy az ezernyi áldozattal létrehozott művének nem lesz méltó folytatója. Ez volt Szent István tragédiája. Ettől vált jelképű és példává az egymást követő generációk számára. Szent István aktuális üzenete, hogy a magyarságnak mindig is alkalmazkodnia kellett a fejlettebb Európa teremtette új kihívásokhoz. Ehhez soha nem elég uralni a népet. A hatalmat bárki gyakorolhatja, de igazi méltósága csak annak lesz, aki érdemes a hatalomra. Ehhez olyan célok kellenek, amelyek a nemzet minden csoportjának megnyitják a felemelkedéshez vezető utat. Szent István erővel és szeretettel alakította a nemzetet, mert úgy látta, hogy a magyarság elszigetelődése ugyanúgy a pusztuláshoz vezethet, mint az előtte itt hódított népek esetében történt. Ma az Európai Unióhoz való szorosabb kötődés adhatja a nemzeti összefogás értelmét, hiszen részeseivé kell lennünk a formálódó, erősebb közösségnek, mert csak abban lehet biztonságot és jobb jövőt teremteni. A nagyobb szabadság és a gazdasági biztonság olyan belső alkotóenergiákat szabadít fel, amelyek felvirágoztatják a nemzetet, ahogy ezt a monarchia idején is történt. Nekünk nem ettől, hanem attól kell félnünk, hogy kívülrekedünk az élenjárók világából. A szegénység, a kicsinyes párpolitikai osztozkodások felélik a haladás emberi energiáit, és az erősebbek prédájává tehetik az országot. Ki kell mondani, a haladáshoz, a történelem teremtette új perspektívák kihasználásához nem kevesebb, hanem több Európára van szükségünk. A kelet és a nyugat közötti kompországból Szent István akarata szerint a nyugat részévé kell váljunk. Ezzel teljesülhet be az országot új történelmi útra vezető királyunk szándéka. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket!
Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Împărate Ceresc, Mângâitorule Duh adevărului, care pe tutindeni și toate îl primești, vistiri bunătăților și dădător de viață, vino și te sărășlești într noi și ne curățește pe netată spărcăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeu, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Sfinte Dumnezeu, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Sfinte Dumnezeu, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de alegerile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputința noastră pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care și în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cele toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă păcatele noastre, precum și noi iertăm păcătoșilor noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cele rău. Că a Ta este împărăția, puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Dumnezeu cel atotputernic și Domnul atotțiitorule, care ai poruncit robului Tău Moise să-L aiși al lui Israel din Egipt, să elibereze poporul Tău din robia mare, cea mare a lui Faraon, să junghești mielul care închipuia mai dinainte pe mielul cel ce se bună, de bunăvoie pentru noi s-a junghiat pe cruce. Luând asupra sa păcatea toată lumea, pe viitorul Tău Fiul Domnul nostru Iisus Hristos, pe Tine și acum cu suferință te rugăm, caută-ți pe pâinea aceasta și o binecuvântează și o sfințește pe ea. Deci, și pe noi care am adus-o și o sărutăm și din ea vom gusta, fă-ne a fi părtași binecuvântării Tale cele cerești și alungă de la noi cu puterea Ta toată boala și neputința, dându-ne lor, nouă tuturora sănătate, că Tu ești izvorul bunătăților și dătător de viață și Ție, Părinte Celui pe început, slavă înălțăm și unea născut Fiului Tău și prea Sfântul și Bunul și Teniasul Cătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se binecuvântează și se sfințește prin aceasta, prin stropirea ca aceasta păsfințită, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Se binecuvântează și se sfințește pâinea aceasta, prin stropirea ca aceasta apăsfințită, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Se binecuvântează și se sfințește pâinea aceasta, prin stropirea ca aceasta sfințită și prin venirea Duhului Sfânt, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, nădejdea să slavă Ție. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne și Doamne și Doamne, Părinte, binecuvântează. Hristos, adevărat Dumnezeu nostru, pentru rugăciunii preacurate Maicii sale, a Sfinților Părinți și a tuturor Sfinților, să-L miliească, să-L mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni viitori. Amin. Menjei, édesatyánk,
Teremtő jó Istenünk, Te, aki megalkottad az eget és a földet, Uram, neked adunk hálát most a kenyérért. Elsősorban azért a kenyérért, aki a mennyből szállt alá, a názáreti Jézus Krisztusért. Köszönjük, Uram, hogy annyira szeretted az embert, hogy feláldoztad a Te egyszülött fiadat azért, hogy nekünk örök életünk legyen. Uram, köszönöm azt, hogy a kenyér is táplálhat bennünket. Köszönöm azt, Uram, hogy Elekváros áldott lehet, és én áldást mondok a városra. Áldást mondok, Uram, Elekváros önkormányzatára, képviselő testületére. Áldást mondok, Uram, azokra a szervezetekre, akik azért dolgoznak, azért fáradoznak, hogy ennek a városnak jóléte legyen. És Uram, áldást mondok az egyházakra, az egyház munkáira, akik azon dolgoznak, hogy embereket mentsenek meg a Te királyságodnak, a Te országodnak. Uram, köszönöm a kenyeret, amit táplál, legyen áldott a kenyér, legyen áldott a mennyből alászállt kenyér, és legyen áldott az a kenyér, ami a mindennapi asztalunkon van. A názáreti Jézus Krisztus nevében. Amen. Lukács evangéliumának 11. fejezetéből olvasok néhány verset. Beszéd közben egy farizeus arra kérte Jézust, hogy ebédeljen nála. Jézus bement és asztalhoz telepedett. A farizeus pedig elcsodálkozott, amikor meglátta, hogy ebéd előtt nem mosdott meg. Az Úr azonban ezt mondta neki, ti farizeusok a pohár és a tál külsejét megtisztítjátok, de belül telve vagytok rablásvágyjal és gonoszsággal. Esztelenek! Aki megalkotta a külsőt, nem az alkotta meg a belsőt is. Azt adjátok oda alamizsnául, ami belül van, és minden tiszta lesz nektek. Ünneplő közösség, nagy dolog szükség nélkül hálásnak lenni. Jézus arról beszél, hogy el lehet veszni a lényegtelenségben, miközben a lényeget elhanyagoljuk. Pontosan ki voltak dolgozva a farizeusi előírások, hogy hogyan kell kezet mosni. Elég hozzá másfél tojás héjnyi víz, amit az Újhegyek felől a Csukló felé kell csorgatni, aztán a tenyérbe egy keveset a másik ököllel megtisztítani, aztán fordítva végül a Csukló felől az Újhegyek felé csorgatva. A legkisebb eltérés is bűnnek számított. El lehet veszni az apróságokban, a lényegtelenségekben. Nekünk is van rengeteg ilyen szépítkezési rossz szokásunk, amelyek mellett elhanyagoljuk a lényeget, a szív tisztaságát. Ha legalább annyira figyelnénk a szívre, amennyire figyelünk a külsőre, akkor egészen más emberek lennénk. Másként ennénk a kenyeret, másként terítenénk az asztalt, és nem volna magányosság. A külsőségekre való koncentrálás tévedés és veszélyes. A szívnek a feketességét vagy ürességét képtelen elfedni bármilyen rikító festék. A szülőszobákból kiveszhet a gyermek sírás. Az iskolákból az érdeklődés, a földekről a gondoskodás, az otthonokból a hűség és a bizalom. Akkor a kenyér szárazzá és íztelenné válik, megosztva ízessé és táplálóvá. Jézus erről beszél. Ezért ül asztalhoz az övéivel, és ezért terít asztalt ezekben a napokban számtalan templomban a világon. De ha hiányzik a felebaráti szeretet, ha hiányzik a ránk bízottakkal szembeni igazság, ha hiányzik az elöljáróink iránti tisztelet, akkor szófogadatlan, képmutató keresztjének vagyunk. Ne a részletekre, hanem az egészre koncentráljunk. Nem lehet az első sorból távcsővel nézni a mozifilmet. Jelentéktelen részletek, mint a víznek a csorgása, iránya, mennyisége, sebessége nem visz előrébe. A kenyér
az új kenyér Istennek az ajándéka. Az irányt változtassuk meg, hogy egy agyon adminisztrált élet okoskodásai és torzsalkodásai helyett a jelent felemelő asztal közösség váljon áldássá. Ha szánkba vesszük az új kenyeret, emlékezzünk arra az Úrra, aki nem volt képmutató, de annál inkább irányt adó. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Krisztusban szeretett testvéreim, kedves elekiek, ünneplők. Az illetékes tudósok azt mondják, hogy körülbelül 8000 éve ismerheti az emberiség a kenyeret, és azóta is biztos vagyok benne, hogy hálát ad az ég urának azért, hogy van mindennapi betevő falat. Valakitől nemrégiben azt hallottam, hogy a kenyér olyan fontos szerepet tölt be, kiemelkedő szerepet tölt be az étkek között, mint az imádságok között a mi atyánk. Nem véletlen a párhuzam, hiszen a legszentebb imádságban, amelyet az Úr Jézus tanított apostolainak, és az apostolok által az egyház nekünk is, mint jó édesanyánk gyermekeinek, ott fogalmazza meg az Úr Jézus a Fiú Isten az Atya Istenhez intézett kérésében, minnyájunk nevében elsősorban, hogy a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Amikor kimentünk a mezőkre, és a zöld friss vetést megáldottuk, megszenteltük, akkor mindezt annak a hitnek, az Istenre való ráhagyatkozásnak a bizalmából és reményéből tettük, hogy az Úr gondoskodó szeretetének atyai jósága megérleli majd a gabona legjavát, és lesz kellő kenyér minden család asztalán. Amikor Anya Szentegyházunk az új kenyeret megáldja és megszenteli, abból a hálatelt szívből teszi, hogy Istennek, az Atyának gyermeki hódolattal, áhítattal köszönetet akar mondani azért, hogy táplálja a mi testi lelki valóságunkat. Mindenható Istenünk, áld meg és szenteld meg ezeket az új kenyereket, amelyeket nem csak testi, hanem lelki táplálásunk javára is adtál mi nekünk. Add, hogy ezek a kenyerek mindig emlékeztessenek bennünket valahányszor, testi táplálékunk gyanánt magunkhoz vesszük az örök élet kenyerére is, a föltámadt Krisztusra. Amen. Most pedig imádkozzunk úgy, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket imádkozni, kérve őt, hogy testi-lelki jólétünkben egyre inkább az iránta való szeretetben tudjunk kiteljesedni, és ő általa föl tudjuk fedezni, hogy egymásnak testvérei vagyunk, Isten gyermekeiként. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hálát adunk, Urunk, neked minden jó téteményedért, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmadra. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szent István király, könyörögj érettünk. Boldog asszony anyánk, régi nagy bátrónánk, nagy énségben lévén, így szólít meg hazánk, Magyarországról, édesanyánk,
édes hazánkról, ne felejtkezzél el, szegény magyarokról, Magyarországról, édes hazánkról. Köszönjük szépen, s elkérem Puhár László polgármester urat szegje meg az új kenyeret. Köszönöm, hogy eljöttek városi ünnepségünkre, és együtt emlékeztünk államalapító Szent István királyunkra, aki több mint 1000 éve meghatározta a magyarság sorsát és útirányát. Köszönöm szépen az egyházi méltóságoknak, hogy megáldották, megszentelték az új kenyeret, bízva abba, hogy mindannyiunk asztalára futja az elkövetkezendő évben. Köszönöm szépen, emelkedett méltóság teljes napot kívánok Önöknek. Viszontlátásra!